Sziasztok, lusta a telefonban a videó. Utólag vettem észre, hogy tegnap lemaradt a Szevasztok szöbetűjének az eleje, úgyhogy most hosszan mondom, hogy Szevasztok. Az 59. dal következik. Az a címe, hogy a kiradírozott szavak, 102 BPM a tempója, és április 1-én írtam, de olyan, hát van benne bolondéria azért, de hát nem tudom, meglátjátok, hogy nálatok az annak számít-e. Nem dumálok többet, a dallal kezdünk, ha valami eszembe jut, azt elmondom a végén, ezt aki akarja, megnézheti. A dalról annyit, hogy ez kb. Egy partiba vagy egy diszkóba játszódik. Ez nem jelenti azt, hogy stilárisan oda kell kötődnie, mert viszont apa szerepben íródott, és a refrénje az pedig külön formai megoldást igényel. Tehát a kiradírozott szavak. Amikor egy 15 éves lány a sötétbe avval indult rám, hogy de helyes vagy, hogy hívnak, én azt mondtam otthon apának. De csak otthon, ez meg az éjszaka, és én éppen most vinném haza a fiaimat, akik még helyesebbek, de ők is a szokott hibába estek. Hiába mondtam, hogy egy víkend kevés, kitörölni 5 nap létben levést, kiradírozni az összes elhangzott, bántó és megbánt gonosz téves szót. És hiába ütöd az agyad, attól még benne marad, az összes rossz szó nem tűnnek el. A kiradírozott szavak csendért ordítanak, és álompapíron égnek lángbetűkkel. Ez volt a refrén. Mondhatnám, hogy felejtsd, de nem kell, ne gondolj rájuk, radíroz ember, vagy törd a fejedet más dolgokon. Egyszerre nem fáj két fájdalom, és hiába ütöd az agyad, attól még bennem marad. Az összes rossz szó nem tűnnek el. A kiradírozott szavak csendért ordítanak, és álompapíron égnek lángbetűkkel. Lehet, hogy nem tanítottam meg időben mégse a gyerekeknek a felejtés fontos művészetét, és azért veretik az agyukat szét. Tanulj meg, fiacskám, radírozni, nem szabad annyira odanyomni. Ha kitéped a papírt, ott lesz a lyuk, amiről biztos, hogy az eszedbe jut. Hiába ütöd az agyad, attól még bennem marad, az összes rossz szó nem tűnnek el. A kiradírozott szavak csendért ordítanak, és álompapíron kérnek bocsánatot lángbetűkkel. Igen, hát erről sok minden az eszembe jut. Most már aki csak a szöveget akart, és már is neki látna a zeneszerzésnek, az abba hagyhatja, aki akar gondolatba beszélgetni. Hát annak ugye van benne egy reményszenció, ez a tanulj meg fiacskám komédiázni, ez ugye a tanulj meg fiacskám radírozni, és amit még olyan sor, amiben nem utólag gondolatot ébresztett, az az egyszerre nem fáj két fájdalom, ez fiziológiai tény. Pont emiatt dőre dolog valakinek azt mondani, hogy figyelj, ne gondolj a fájdalmadra, mert olyan nincs, hogy ne gondolj rá. Vagy érdemes egy másik fájdalmat okozni, tehát én például csináltam, hogy egyszer érzéstelenítés nélkül egy gyökérkezelést brahiból, tehát kíváncsi voltam, úgy csináltam végig, hogy a körmömmel erősen nyomtam a újbegyemet, ami egy nagyon érzékeny hely, ugye sok ideg van, és az a fájdalom, ami elviselhető, de erős, az elterelte a figyelmet a fogfájásról. Lehet, hogy hülyeség, de hogy lelkileg ez így van, az biztos. Tehát, hogyha baromi nagyon nagy gondod van, és nagyon ott jár az agyad, és nem tudsz tőle aludni, és nem tudsz másra gondolni, akkor nagyon jó recept, hát ugye közhelyesen, hogy mondjuk elkezdesz egy izgalmas sorozatot nézni, vagy beolvasol valamibe, ami leköt, vagy beszélgetni kezdesz valami másról valakivel. Hát ennyit a kiradírozott szavakról, és a szavak kiradírozásának nehézségéről. Hajrá zeneszerzők és társszerzők, szevasztok, ez volt az 59-es.